Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy sajnálom, hogy ilyen kevesen vagyunk, de végre nem vagyunk ilyen kevesen, ami talán annak is köszönhető, hogy nagyon összetartó baptista közösség van a településünkön. A mai alkalommal a Mi Világunk rendezvénysorozat második előadásaként Kovács Bálint lelkipásztor fog nekünk a roma missziójáról egy előadást tartani. Ez ugye abszolút nem áll távol a múltunktól, a településünktől. Ha visszaemlékeztek, volt már egy-két olyan alkalom, amikor mi megpróbáltunk ebbe a témakörbe elmélyedni. Ha csak arra emlékeztek vissza, hogy a Brazilok című előadást itt megnéztük előtte meg, és akkor utána a szereplőkkel, illetve a rendezővel, meg aki ezt a filmet létrehozta, vele beszélgettünk egy kicsit. Hát igen tanulságos volt. Ennél nekem egy volt, ami egy kicsit még inkább megérintett, amikor szerveztünk egy hangversenyt egy miskolci iskolának, ahol Oravez György és a mögött álló alapítvány szervezésében ugye ők megpróbálták, hogy a cigányságot ne csak úgy próbáljuk meg integrálni, meg beépíteni a napjainkba, hogy igen, a cigányzenészek, hanem arról volt szó, hogy próbáljanak meg ezek a gyerekek együtt tanulni és együtt zenélni, tehát magyarul egy közösséget kialakítani. És hát elég furcsa volt, amiket ott hallottunk, hogy milyen hektikus és milyen emberfeletti munka tulajdonképpen, hogy ezek a gyerekek nagyon-nagyon könnyen integrálhatóak, rettenetesen fogékonyak voltak. Itt olyan előadást produkáltak, hogy az embernek szeme szája nyitva maradt, és utána elmondták a tanárok, hogy hát igen. De vége a tanításnak, visszakerülnek a saját közegükbe, és milyen nehéz utána újra a gyerekeket visszahozni abba az életbe, amit az iskola biztosít. Úgyhogy én nem is beszélnék többet, átadnám Bálintnak a szót, és hallgatunk nagy figyelemmel, szeretettel. Sok szeretettel köszönök én is mindenkit, és köszönöm a felkérést. Mikor egyeztettünk, akkor megkérdezték, hogy mennyi ideig fog ezt tartani. Hát mondtam, hogy én tudok 3 oroszlánt is beszélni, meg 5 percet is a cigánymisszióról, hisz ez az én életemnek az egyik hivatal elhívása Istentől. Én nem fizetett misszionárius vagyok, tehát ezért nem kapok pénzt, hogy cigán misszióban vagyok, hanem szolgálatként végzem, és egyfajta bizonyságtétel is lesz ez az én részemről. Amellett, hogy nagyon fontos kérdések, társadalmi kérdések is felvetődnek. A lényeg, az a rövidben is benne van, ugye ismerjük azt a viccet, mikor egy lelkész nagyon-nagyon szép prédikációt mondott, és akkor a vége volt a prédikációnak, jöttek ki, és akkor megkérdeztek valakit, hogy na, hogy tetszett a prédikáció? Nagyon jó volt. És hogy beszélt a lelkész? Nagyon jó. És hát, de miről beszélt? Hát a bűnről. Na és mit mondod? Hát ellenezte. Hát ugye ebben minden benne volt, hosszú prédikációt nagyon röviden hát ő leszűkíztette. Ugye amire... Igen, mindjárt elmondják, hogy elmondták, hogy hogy kell indítanom, igen. Ugye amire megkértek, hogy az egyház szociális hatása a cigányság társadalmi mobilitására, nagyon szeretem az ilyen szavakat, hogy mobilitás, meg integráció, főleg a cigányoknál, mert amikor ilyen szavakat mondunk, akkor mindig mondják, hogy miről beszélsz. Úgyhogy ott teljesen másként kell beszélnünk. Ugye én gyakorlatilag a lelkipásztori szolgálatom az úgy van, hogy vasárnap délőtt itthon vagyok a gyülekezetbe, 10:30-11 közt beülök az autóba, 300 kilométert elmegyek, rétközben rendszer ott van egy cigány gyülekezet, aztán ott 2 órakor van egy istentisztelet, utána még 30 kilométert megyek Tuzsérra, 4 órakor ott van egy másik istentisztelet. Hát másképp kell beszélni itthon, meg másképp kell beszélni ott, mert más a közeg. Úgyhogy jó, hogy nincsenek most itten cigány emberek, bár ha én itt vagyok, akkor néha azt mondják,
egyszer meghívtak egy a Kossuth Rádióba, kellett egy riportot adni. Azt mondja a riporternő, hogy hát tetszik tudni, azért szeretjük, hogyha, és azért hívtuk meg önt, mert hát az ön a saját népe között másképp magyar, elkezdte magyarázni, és akkor magyarázta, felvétel volt, nem élő közvetítés. Mondom, hogy mondom, rendben van, én mondom, de mondom, én nem vagyok cigány. Jó, és ne haragudjon már, hogy lecigányozom, de azt mondja, hogy kinézete, bajusz meg. Hát mondom, mindegy, mondom, én nem sértődök ezen meg, de mondom, már úgy nagyjából azért a 20 év alatt a cigányságnak a szokásait is nagyjából tudom. Roma vagy cigány? Tehát ez mindig kérdés, hogy minek nevezzük. Ugye a 71-ben volt egy kongresszus, az első cigány kongresszus, amikor azt ott elhatározták, hogy ne legyen cigány, hanem roma megjelölés, mert az olyan lenéző az, hogyha valakit cigánynak mondanak. Viszont ugye a maga szó azt jelenti, hogy a olá cigányul, hogy a rom az a cigány férfit jelent, a roma meg ugye a többes szám, és akkor jöttek a beások, jöttek a többi cigányok, hogy hát ők nem romák, ők cigányok, hát őket nem mondják azt, hogy mondja cigány nyelven a roma, ugye az olá cigány férfit jelent. Tehát én is a cigány szót használom, bár van, aki kikéri magának, hogy ő már roma, hát mondtam akkor, jó, akkor te roma vagy, de azért a cigányságban nagy többsége a cigány szót használja. Miért vagyok én cigány misszióban? Amint mondtam, nekem egy elhívásom van Istentől, és amikor Péter, apostolok cselekedeteihez le van írva, vagy Péter apostolnak megjelent egy kép, amikor hogy a pogányok fele is kell neki missziózni, akkor azt mondta, hogy most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki félőt és igazságot cselekszik. Amikor én ezt megértettem, mert nekem mondanom őszintén, én nekem az a tapasztalatom, hogy tulajdonképpen a magyarság elég rasszista. Legyen ez vallásos, nem vallásos, az én is az voltam. Tehát az én elhívásom Istentől az 7 éves korba kezdődött, csak én nem tudtam róla. Mivel a faluban, ahol fölnőttem, baptista hívő családban nőttem föl, hát akkor a 70-es, 60-as évek végén hát abban jutalmazták a hívőségemet, hogy mindig cigány mellé ültettek. Tehát ha valaki utálta a cigányokat, én utáltam, mert mindig a cigány mellé miatt csúfoltak az osztálytársaim. Hál' Istennek olyan negyedik, ötödikös korban megszűnt, mert már hatodikos cigány nem nagyon volt, mert ugye már 14-et betöltötte, ők már nem jöttek tovább velünk. Aztán, amikor katona lettem, 8-an voltunk egy szobában, 7 cigány meg én, tehát ugye ott újra-újra együtt kellett lenni. Én nem tudtam, hogy ez miért, megint hozom azt a szót, amit nem nagyon szeretek, hogy érzékenyített Isten, hogy aztán, amikor tényleg elhívott, megértettem, hogy valóban ott kell nekem szolgálnom, akkor ezt el tudtam fogadni. Hisz, és ezt is egy bibliaverset hozok, az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket, lakóhelyüket, határait, keressék az Istent, hát, ha kitapinthatják, megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát mi megkülönböztetjük emberek, hogy most ez néger, cigány, bár már lehet, hogy azért a szó is néger, már azt nem szabad mondani, meg hogy fehér, meg, de Isten úgy tekint valamennyünkre, hogy ember. Miért fontos a cigány kérdés? Voltam egy előadáson, amikor még Balogh Zoltán volt a miniszter, és azt mondta, hogy 2050-ben, hogy lesz-e nyugdíjunk, meg mennyi lesz a GDP, az attól fog függeni, hogy az akkora élő cigányságnak milyen lesz a társadalmi helyzete, milyen lesz a szakképzettsége. Tuzséron, ahova járok minden vasárnap, az általános iskolában 395 gyerek jár. Elsőtől nyolcadikig. Egyetlen egy magyar nincs. Csak cigány. Faluban néhány cigány gyerek van, néhány magyar gyerek van, de azt átviszik másik faluba, a Dögébe, meg a közvetlenül lévő faluba. Tehát itt ilyen helyzet van, majd egy térképen látjuk, hogy körülbelül hogy helyezkednek el a népesség, a cigányság. Tehát ők vannak, nagyon sokan vannak. És hogy amikor kikerülnek a nyolcadikból, hát némelyik hát írni tud, vagy olvasni, de hát azt meg lehet nézni. Én szoktam nézni, amiket írnak, hát néha én nem is lehet megérteni. Nem azért, mert nincsen, tehát ők nem képesek erre,
hanem sok nagyon összetevő dolog ez, hogy miért engedik át a tanárok, hagy menjen. Tehát, hogy mi lesz majd 2050-ben, ez, és az állam is foglalkozik ezzel, majd mindjárt rátérek arra, hogy ők mit, és az egyház mit szeretne elérni a cigányság érdekébe. Hogy mennyi a cigányság létszáma, hát senki nem tudja megmondani. 2011-ben volt egy ugye népszámlálás, nem a legutóbbi, hanem előtte, és ott jegyeztem ezt Szolyka Katalin, ott cigánykutató. A népszámláláson a Kalocsán 3-an jelezték, hogy cigányok, aztán jött a nemzetiségi önkormányzati, ugye ott volt igen, ott már 500-an jelezték, és azt mondja, hogy kb. 2000 cigány élt akkor ott a városban. Na, hát mennyi a cigány Magyarországon? Nem tudjuk. Hát azért nem tudjuk, mert hogy attól függ, hogy annak vallja magát, vagy nem vallja annak magát, hogy ki a kérdező. Ezen a térképen látszik az, hogy helyezkednek el az ott a népességhez viszonyítva. Tehát ugye 1%-nál kevesebb, ugye azon a részeken itt Nyugat-Dunántúlon alig van. Viszont itt fönt, ugye Tuzsér az itt van, ez Záhonytól 9 km, tehát itt van fönt, tehát ott bőven vannak a lakosságnak több mint 25%-a cigány. Akkor ugye Baranyában vannak még itt sűrűn a cigányok, de hogy igazán mennyien vannak, tehát ezt senki nem tudja, mert nem kötelező, sőt, tehát ma már nem is nagyon szabad rákérdezni, hogy te cigány vagy nem vagy cigány. De egy biztos, hogy óriási probléma lesz majd, hogyha ezen társadalomnak nem tudunk segíteni. Ugye társadalmi mobilitás, ugye volt ilyen alcím, amire kértek, ugye amikor az egyén vagy a család társadalmi helyzete megváltozik, ugye az intergenerációs, amikor generációk között történik a változás, tehát a szülőkhöz képest már magasabb iskolázottságú a gyerek, vagy az intragenerációs, amikor a generáción belüli változás van, ilyet én sokat tapasztalok azért, hogy felnőtt korban indul el, akár még érettségit is tenni, és akkor utána szakmát tanul. Vagy van egy olyan cigány missziós munkatársam, aki cigány származású volt, és elment tanítani általános iskolába, és ott megismerte a takarító lányt, ugye fiatalok voltak, ez 30 évvel ezelőtt volt, és házasságra lépett, ugye annak volt 6 osztálya, ő meg tanárként dolgozott ott, de mivel a házasság révén kapcsolatba kerültek egymással, ma mind a kettőnek már több diplomája van, tehát a feleségét is inspirálta arra, hogy tanuljon. Ugye a mobilitás változást jelent, mivel próbálkozik a társadalom? Halljuk ezt a tévében, rádióban, felzárkóztató projektek. Tuzsairon van ilyen, sok. Nem régen volt egy Kisvárdán egy tanfolyam, 9 hónapig tartott, szobafestőket képeztek, 65 ezer forintot kaptak havonta támogatásként, a tanulmányi támogatás, és 9 hónapig kellett járni. Hát a mi gyülekezetünkből is mentek, 50 év körüli asszonyok, nem egy. Még megkérdeztem, hogy és a létrára te hogy mész? Létrára? A festék szagát is utálom. Nem a létrát. És elvégezte, van neki papírja, hogy mibe kerül a társadalomnak, nem tudom, mert óriási összegekbe. Ugye felzárkóztató projekt. Hát egyik se nincs a szakmában. Miért van kevés tanuló, kevés diák? Hát most nem tudom, mi fog bekerülni a televízióba. Ilyenkor mindig gondolkodni kell az élő közvetítésnél, ha van is, hogy mit mondjon az ember, de ha valaki a cigány misszióba adja a fejét, akkor egyet meg kell tanulni, hogy őszintének kell lenni. Tehát ott nem lehet mellé beszélni, mert egyszer rájönnek, hogy valamit nem úgy mondok, vagy nem úgy gondolok, akkor ott vége van. Tehát elmondom őszintén, hogy mit tapasztalok, hogy miért van kevés tanuló diák. Egy az, hogy tehát amikor kikerülnek a 8. osztályból, nem olyan szinten vannak, hogy tovább tudjanak menni tanulni. Ha van valakinek ügyessége, meg van szorgalma, akkor azért mennek jobban. De mi van azokkal, akik nagyon ügyesek, nagyon szorgalmasak, nagyon okosak, és azt látom, hogy november környékén ott hagyják és főleg lányokra igaz ez, ott hagyják az iskolát. Hát két dolog lehet, vagy már jön a gyerek, ugye 14-15 évesen, sajnos, ahol meg nem jön, olyan probléma, amire
nagyon sokan nem gondolnak. És egyszer, amikor találkoztam Balogh Zoltán, akkor elmondtam neki, hogy valahogy ezeket kéne, hát ilyen gondolat kéne a kormányzati szinten is. Miért? Büdösek. De miért büdösek? 14, 15, 16 éves lányok elmennek az iskolába úgy, hogy víz olyan 200 méterre, 250 méterre van. Ugye a kormányok hoztak most olyan intézkedést, eddig az volt, hogy 100 méteren belül kellett, hogy legyen közkút, most ezt megemelték 300 méterre. Tehát megszüntettek még közkutakat is. Most el lehet gondolni, hogy ha 300 méterre van a közkút, akkor az mennyi vizet fognak oda hordani majd a cigányasszonyok, mert ugye nem az embereknek a dolga ez, a cigányembernek az a dolga, hogy sodorja a cigit, meg a mosás az asszony dolga, és akkor hordja az asszony a vizet, ha hordja. Fürdőszoba nincs, nem tudnak mosakodni, a ruhájuk ugye a cigiszaktól, meg mindentől, tehát olyan, amilyen, elmennek a középiskolába, kicikizik. És ezért hagyják, hogy is van. Többet találkoztam, hogy megmondták őszintén, nem megyünk, ott hagyjuk az iskolát, mert az osztálytársak kicikiznek bennünket. Tehát ha már azt elérnénk, hogy valahol, tehát egy fürdőszoba lenne, mert ha lenne fürdőszoba, talán ezek megoldódnak. Tehát ilyen egyszerű dolgokról is múlik az, hogy nincs. Vagy majd a képeken látszik, hogy a másiknak az volt, hogy például nem tudta bekapcsolni a számítógépet. Ez mondjuk 10 éves történet. Asztalosnak tanult a fiú, ott hagyta, mert a házi feladatot kellett volna beadni neki pendrive-on, vagy zemezen, nem tudta. Mondom neked, nincs, ez rétközben nem sem volt, mondom, nincs nektek informatika terem. De van az utolsó óra, az informatika óra, és akkor mondja az igazgató az iskolában, hogy na, a cigányok haza, a magyarok meg informatika órára. Mert hogy elrontják a gépet, mert nekik nincs otthon, nincs, és akkor majd utána később mondom, hogy azzal mit tettünk mi Pozsmegyerről. Miben látják az egyházak a változást? A megtérésben. Ez lelki dolog és bibliai, de én ebben látom, mert azt mondja az ige, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ha valaki a Biblia szerint, Krisztus szerint él, teljesen másképp gondolkodik. A bűnről, a tanulásról, a családról. Szoktak jönni nekem, főleg amikor valami segítség kell, hogy akkor jönnek a, hát ugye a mi egyházunkba a megszólítás, áldjon az Úr. Ugye ezt tudják, ezt hallják, tehát és jön, hogy áldjon az Úr. Én így meg vagyok térve, úgy meg vagyok térve. És szoktam nekik mondani, nekem nem kell bizonygatni. Én elmegyek hozzád, be sem megyek az utcán, megállok, benézek az udvarba, megmondom, hogy te megtértél-e, változtál-e, vagy nem. Mert látszik az udvaron, a házon, be se kell menni a szobába, hogy van-e változás, mert ott abban is másképp gondolkodik, hogy a környezetét rendbe tartja. És ameddig idáig nem, tehát ez a legnagyobb, mi egyházak szinten ezt látjuk, én nem csak a baptista egyházban, 7 évig voltam a protestáns cigány missziós vezetőkkel együtt, ahol metodista, református, evangélikus, baptista és pünkösdi cigány missziósok voltunk együtt, és 7 éven keresztül jártuk az országot, és mindenhol ezt tapasztaltuk, hogy ha van a gyülekezethez, közösséghez való kötődése, és próbál a Biblia szerint élni, akkor jönnek ez, amit itt Pál apostol mondta, hogy az értelmük megváltozik, és teljesen másképp gondolja, hogy fontosnak tartja a tanulás, sok mindent fontosnak tart. Miért teszem ezt, még mindig ott, hogy miért vagyok a cigány misszióba? Mert ez az ige rám is hat, hogy osszam meg a kenyeret az éhezővel, vigyem be a házamba a szegényt, a bujdocskot, ha mezítelent válsz, ruház fel, ne zárkozz el testvéred elől, mert nagyon fontos az, hogy megismerje a Biblia igazságot, nagyon fontos, hogy járjon gyülekezetbe, de ez is nagyon fontos, amit Jakab apostol írt, ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig azt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Hát mondhatom én azt neki, hogy változz meg olvasd a Bibliát, meg ha látom, hogy jön a gyerek, és ezt nap, mint nap, illetve hát vasárnapra látom, milyen ruhába jön, télen jön papucsba a kisgyerek. Nagyon sokszor szoktam vinni ruhát, és főleg gyerek ruhákat, és ott szét tudjuk osztani olyan részre, hogy a Tuzséron olyan 2500 cigány élet, 3 utcában van, tehát ez nagyon
szűk helyen élnek, és látjuk azt a szegénységet, ami van. Elég sok időt szoktunk ott tölteni, és amikor hétvégeket is ott töltünk, főleg ugye Márkival szoktam hétvégeken ott lenni, és akkor lent alszunk valamelyik cigány családnál, lent a cigánytelepen, ott, tehát itt Pócsmegyeren ez szokatlan. Tehát ott például nyáron éjjel egy órakor, ha kint ültünk a utcán a pad előtt, az utcában 80 vagy 100-an biztos vannak. Jönnek, mennek éjjel egy órakor. Ott még mozgás van. Tehát ott annyira a közösséget úgy gyakorolják ők, ahogy nekünk ez nagyon-nagyon furcsa. És az, hogy kinek mire van szüksége, ezt mindenki tudja. És hát voltunk olyan családnál is, amikor meghívtak ugye ebédelni, és akkor csak mi ültünk le ketten. Hát nem estek velünk? Hát dehogy nem. Kiderült, hogy van nekik 4 tányéruk, meg 3 kanaluk. Az egész családnak. És akkor majd, amikor ettünk mi, akkor majd utána majd ők esznek. És olyankor szoktam mondani, amikor kérdezik valaki, hogy elvinnéd ezt? Mondtam, ha egy kanál van, azt is elviszem, mert tudom, hogy van olyan hely, ahol arra szükség van. Tehát miért mondom mindezt? Azért, mert hogy pont ez a Biblia vers mond arra, hogy ha szükségben van, akkor annak ne prédikáljak én, hogy mennyire szereti az Isten. Mondjam azt így, de ha van valami, akkor adjak neki a szükségben lévő, hogy ő is érezze azt, hogy látja, hogy valaki szeretik. Na most arra, hogy a baptista egyházon belül mi hol gyakoroljuk a cigány missziót, arról van egy térkép. Hát ugye főleg ott azon a részen, hogy a Szatmárcseke városnamény, Beregdarol, Fehérnyomasz, Vaja, tehát itt vannak kisebb cigánygyülekezetek, itt nagyobb cigánygyülekezetek vannak. Most jelen pillanatban ugye Rétkőző, Verencsen és Tuzséron szolgálok minden héten, de aztán vannak még a hajdúságban is cigánygyülekezetek, itt is ilyen kisebb rész. A kisebb részszám az azt jelenti, hogy ha karácsony van, akkor mindenhol 100 fölött van a taglétszám, ugye a gyereklétszám, de egyébként 20-30-tól egészen van, ahol 150-200-an is összegyűlünk egy-egy vasárnap. Aztán Eger környékén van néhány helyen, ez csak baptista, tehát ez csak baptista cigány közösségek. Hát kevés van itt Budapest környékén, aztán arra még kevesebb Balatonnál, ugye Nagycsepelyen van egy közösség, és aztán lent van még Jánoshalma térségében néhány gyülekezet. Tehát jelen pillanatban a baptista egyházon belül cigány missziót így ez a helyen végzünk. Mi az a szociális szolgálat, amit mi teszünk? És ez a mi, mikor azt mondom, hogy mi ugye nagyban, hát elsősorban én, aki beálltam ebbe a szolgálatba, ugye az én gyerekeim úgy nőttek föl, hogy mindig jöttek velem, amikor volt autó, amikor hoztunk valahonnan bútorokat, ezt akkor ugye ők cipelték le sokszor az emeletről, aztán beraktuk, vittük, de a mi gyülekezetünk is nagyon mellé állt a cigány misszió mellé, és ők is besegítenek. Sokszor a ruhaadományjal nagyon tudtuk őket segíteni, tehát ezeket vittük. Hát ez például Szatmárcsekén van, ahol hát nyáron kiterítettük, és akkor mindenki válogatott, aztán összeszedtük, és akkor vittük más helyre. Aztán gondoltunk arra is, hogy úgy segítsük őket, hogy próbáljunk ne csak halat adni neki, hanem hálót is. Hát, és van egy vállalkozó, aki minden évben kitolt tyúkokat ad, több ezer kitolt tyúkot ad, és ebből mi is részesültünk egy alapítványon keresztül, és arra gondoltunk, hogy elvisszük, és akkor egy család kap 4-5 tyúkot, és akkor legalább a tojást tudják maguknak hát megtermelni a tyúkok. Ezt éppen amikor elvittem, ez húsvét előtti hét volt az egyik évben, nagyon meleg volt. Ugye vannak ilyen élményeim, amikor ezek a papírdobozokban, ebben 2 darab tyúk van benne a papírdobozban. Kivenni már nagyon nehéz volt, mert már úgy átázott. Ugye az autóban én raktam én fóliát, meg mindent raktam, de a szaggal nem nagyon tudtam mit csinálni, mert az nem nagyon ment ki az autóból, úgyhogy ezek ilyen emlékezetes utak, amikor ilyeneket szállítok. Elvittem, ugye nagy öröm, még útközben találok, mutatja is, hogy két tojás tojt a dobozba a tyúk. Elvittem, és mentem a következő héten, hogy na akkor hány tojást tolt? Hát nem élte túl egyik tyúk se. Ugye húsvét volt,
mindenki levágta. Aztán rájöttünk arra, hogy ez nem fog működni. Évek óta ezt gyakoroljuk, de hát annak is örülünk, hogyha tényleg egy ünnep alatt aztán van hús az asztalon, úgyhogy nem működött, ez nem működött, nem vált be. De hát azért csak visszük évente két alkalommal ezeket a tyúkokat. Aztán arra is próbáltuk őket ránevelni, rászoktatni, hogy a saját kertjüket műveljék meg. Azt mondja, azért nem művelik meg, mert egyik ellopja a másikét, és nem művelik a kertet. Akkor ez Étközberencsen van a gyülekezet egy telken, egy nagyon hosszú telek, közel egy hektáros telek, és akkor azt mondtuk neki, hogy akkor jó, biztosítjuk mi a gyülekezet megvette a vetőkrumplit, és akkor ők összefogtak, és elvetették közösen a krumplit, hogy majd közösen szét is osztanak. Tehát nagy lelkesedés volt a vetésnél, aztán kevesebb volt a művelésnél, a kapálásnál, de a szedésnél megint ennél jóval többen volt, amikor szedni kellett, tehát szüretelni. És akkor hát, ami ennek haszna van, azt látom évek óta, hogy van néhány család, aki azért a sajátját is elkezdte művelni. Úgyhogy mégiscsak van valami eredmény. Egyébként az egész cigány misszióban a legnagyobb a nehézség a kudarc. Tehát nagyon-nagyon nehéz elérni eredményeket minden tekintetben. Úgyhogy hát sokan emiatt aztán abba is hagyják, mert a kudarcokat azért nehéz elviselni. Én se tudnám elviselni, ha az én elhívásom nem az Istentől lenne. Ez egy több mint 10 éves történet, ugye látszik a monitoron, hogy már ilyen monitorok nincsenek. Amikor említettem az előbb, hogy Étközberencsen nem engedték be a gyerekeket a számítógép terembe, akkor hazajöttem, itthon elmondtam, akkor a Tomi most nincs itt, Zsolt Tamás Szentendrén dolgozott az önkormányzatnál, akkor volt az önkormányzat nagy csere, és 25 darab számítógépet, klaviatúrát, monitor, tehát kompletten, itt a fiúk, akkor még ugye a fiúk kisebbek voltak, az én gyerekeim, itt az imaházban nagy szétpakoltak, összeszerelték, levittük, és 25 családnak adtunk, és akkor azt mondtam az igazgatónőnek, hogy most van 25 család, az azt jelenti, hogy a cigánytelepet teljesen lefettük, mert ott azért a családok úgy vannak, tehát nem úgy, mint itt nálunk, hogy tudjuk, hogy ki, hanem csak egy rövid történet. Szóljatok rám, hogy ne sztorizokat, csak annyit, hogy behívtak valahova enni, és akkor szerettem ugye a halat, sütöttek halat, és jön egy kisgyerek, beszalad az utcára, eszik, mondom, hát ő kicsoda? Mit tudom én, hát valaki. De nyitva volt az ajtó, jó, az illat beszalad, itt egy halat, már szaladt is. Tehát mondtam az igazgatónak, hogy van 25 családba elhelyezve, tehát a gyerekek tudnak, most már gyakorolnak igaz, hogy játékprogramok voltak föltéve, de hogy tessék beengedni a számítógép terembe, mert egyébként ezt majd meg fogom esetleg máshol kérdezni, hogy lehet ilyet csinálni, és akkor mondta, hogy jaj, ne kérdezzek én már sehol, akkor jó, be fogják ők engedni. Mi lett ennek az eredménye? Hát kérdezte ezt valaki tőlem egyszer, hogy annak idején, hogy na, és lett eredménye? Hát egy olyan lány volt, aki OKS tanfolyamon ment, és szerzett számítógépes ismeretet. Tehát azt gondoltam, hogy a 25-ből, ha egy van, az már nagy, szép eredmény. Aztán van egy olyan projektunk, ez Tusséron van, ahol a gyülekezeti telket, telek az imaháznak az udvarát, egy fóliát építettünk, és ott primörárú termelnek, illetve a kertet is elkezdték művelni, végig az egész kertet, és savanyúságot csinálnak, befőtet csinálnak, sok mindent csinálnak. Előbb arra gondoltak, hogy majd eladják, de aztán végül is az lett, hogy javasoltam én is, hogy ne adjátok el, mert ebből olyan sok pénz nem lesz, néhány száz üveg lett egyébként, hanem télen, amikor nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak családok, akkor ők eldöntik, hogy kinek adják. És azt az örömet nézni, látni, hogy hát ő adhat valakinek. Szóval ez is nagyon jó, hogy ezt ők gyakorolják egymás felé. Van egy olyan programunk, egy tanodai program, amit az állam támogat. A Tuzséri imaházat felújítottuk egy EU-s pályázaton keresztül, és ott 45-50 gyerek minden nap, cigány gyerek, ahol lehet ezt meg lehet pályázni, a délutáni foglalkozás helyett, tehát a napközi helyett oda jönnek, és ott tanárok
tehát ott ugye vannak fizetett tanárok, akik foglalkoznak velük, tehát a házi feladatot megcsinálják, amit egyébként otthon úgy se csinálnának meg, tehát azt megcsinálják, segítik, illetve ez ugye a cigány telep mellett van az imaház. Ebben a projektben beépítettünk a mosógépeket, három mosógépet, akkor két ilyen zuhany kabint lett csinálva, és bárki jöhetett, és két évig még azt is finanszírozta ez a projekt, hogy a mosóport se kellett hozni, tehát semmit nem kellett hozni, hozhatták a ruhájukat, kimoshatták, megfülödhettek, és ugye a cigánytelep mellett van ez az imaház, tehát közel is volt egymáshoz. Egy nagyon szép konyhát építettünk, vagy építettek ebből az összegből, és ott folyik a tanodai program, és ott folyik a gyülekezeti élet is. Ugye a tanodában ott éppen egy cigány fiú, aki nekem nagyon példaképű, állami gondozásban nőtt föl, és két diplomája van, és ő a tanoda vezetője. És ugye nem csak tanulnak, hanem hát azt is, olyat is csinálnak, amit otthon soha nem csináltak, hogy mondjuk süteményt süssenek, ugye nagy élménnyel teszik ezt. Egyébként ez a Guszti, aki ott van, ő Péknek tanult, és Pék a szakmája nagyon jól tudja ezt kezelni. Ugye állami gondozásban volt, és 17 évesen felszabadult, és azt mondja, hogy hát éjszaka nem szeretek dolgozni. És azt mondta neki a nevelő, fiam, ha nem szeretsz dolgozni, akkor tanuljál. És akkor visszaült az iskolapadba, és pedagógus lett belőle, de aztán nagyon gyakorolja ezeket a süteményeket, ugye, és a gyerekek ezt nagyon-nagyon szeretik ezt csinálni. És hát nem csak ilyen sütemény, hanem éppen készülnek valamilyen azt hiszem anyák napjára, készítettek ilyen ajándékokat a tanodai kereten belül, és akkor azt utána vitték haza a szülőknek. Itt már van a kész termék, amelyeket végeznek. Gyülekezeti szolgálatunk az egyik a gyermekmisszió, amit végzünk most jelen pillanatban a két gyülekezetben, Tuzséron és Rétközberencsen. Minden vasárnap körülbelül olyan 40-45 gyerek van, akik jönnek ez az ima termünk egyébként, ami az előbb ugye a tanulások voltak, mindig át van rendezve, és akkor itt folynak az istentiszteletünk is, hétközben pedig a tanodai program. A gyerekek jönnek, nagyon szeretnek jönni. Hát ami nagyon szomorú, az ugye úgy kezdődik az egész gyerek foglalkozás, hogy megreggeliznek. És azért tudom pontosan, hogy sok olyan gyerek van, akinek vasárnap az az egyetlen, amit eszik, amit ott eszik. Otthon nincs se ebéd, se vacsora. Azért jó, amikor iskolában vannak, mert iskolában kapják a szociális étkezést, de otthon nincs. Ez szülőknek a felelőssége is egyrészben, de lehet, hogy ez is motiválja őket, hogy jöjjönek a vasárnapi foglalkozásra. Itt bibliai történeteket tanulnak, éneket tanulnak, játszanak, meg hát közösségben vannak ugye egymással. És itt éppen a egyik ilyen játékos feladattal vannak. Aztán vannak a nyári táborok, amit szoktunk szervezni, akkor egy hétig ott vagyunk velük, és szintén ott egész napon ott vannak a gyerekek, a reggeli ebéd vacsorát kapnak, ez éppen a könyvtárban ott hallgatják a bibliai történeteket, utána hát főleg a mozgás, a játék, és ugye ugyanazt gyakoroljuk ott is velük, mint amit itt Pósmegyben szoktunk, hogy egy-egy biblia, aranymondás, biblia verset megtanulnak, és azt föl kell mondani, és fölmondják, kapnak egy bilétát, és akkor a hét végén ki mennyit gyűjtött össze, abból vásárolhatnak maguknak majd azokat az ajándékot, amit mi adunk nekik, és ugye helyezések vannak. Hát itt éppen az a kép van, amikor ugye körbeállítják, ugye Mártis engem és mindenkit, és akkor mondják kórusba a biblia verset, olyan 6-700-szor azért elmondanak egy hét alatt. Természetesen a sláger, ugye a karácsony, itt látszik, hogy azért sokkal többen vannak, minden karácsonykor ugye kapnak cipősdobos ajándékot. A 80%-uknak, az ottani cigány gyerekeknek ez az egyetlen ajándék. Ez névnap, születésnap, karácsony, tehát otthon a szülőktől soha nem kapnak, és a fiatal szülők is mondják, hogy ők úgy nőttek föl, hogy ők soha nem kaptak ajándékot. Sajnos ez a helyzet. Női misszió. Ugye van egy kisebb gyülekezet, a Rétközberencsi gyülekezet, ez éppen ott van.
ott néhány asszony van. Máté szokta tartani ezt az alkalmakat, havonta, két havonta egy-egy ilyen szombat van. Aztán itt Tuzséron van, itt már sokkal nagyobban a létszám. A résztvevők aztán lelkesen tudnak énekelni, és ami elmaradhatatlan, akár gyerekekné, akár felnőtteknél, a közös étkezés. Ez ugye, ez nagyon-nagyon, ezt szeretik, meg hát mi is szeretjük, hogy együtt vagyunk velük. És amit még szeretnek, és közösségépítés szempontjából is nagyon jó, az a játék. Tehát azért is nem játszanak otthon a gyerekekkel a szülők, mert ők se játszottak. Nem tudnak játszani. Tehát az, hogy egy ilyen játékot, hogy mit kell csinálni, tehát felnőtteknek is, hát szóval kell hozzá elmagyarázni, nem értik. Mert egyszerűen nem játszottak, de utána, amikor megértik, akkor nagyon-nagyon lelkesen tudnak játszani. A legegyszerűbb játékot, hát látszik, hogy a felnőtt asszonyok, meg nagymamák vannak, meg dédik vannak, a legegyszerűbb játékot is olyan élvezettel játsszák, mert hogy ezt ők otthon nem gyakorolták kicsikorukban is, és azért hangulat azért van. Hát ugye hangulat van. Gyülekezeti élet. Próbálunk ott is, hát ugye az abban, hogy a távolság azért nagy, ugye azért 330 kilométerre vagyunk, de próbáljuk őket motiválni arra, hogy ők is szervezzenek alkalmakat, de én is el szoktam őket vinni. Elvittem őket, elmentünk Nagyváradra, ott is van egy nagy cigány gyülekezet, ottani kiránduláson vettünk részt, aztán az ottani gyülekezetbe vettünk részt. Aztán vannak evangelizációs alkalmak, amelyik ott helyben vannak, Tuzséron. Ugye épp mondtam már, hogy 1800-2000 cigány van ott a telepen. Azért nem jön mindenki, de az ottani szokás az, hogy ha valakinek születésnapja van, névnapja van, vagy jókedve van, akkor kirak olyan hangfalakat, hogy mint én, és akkor az egész telep tudja most, hogy Bódi Guszti megy, meg ez megy, mindenki hallja. És akkor azt mondtuk, hogy hát akkor, hogyha ezt mi is néha el kell, hogy szenvedjük, vagy hát viseljük, akkor hát ők is hallják az evangelizációt, és akkor hát ugyanezt tettük mi is, hogy a nagyváradi csoporttal kiraktuk a hangfalakat az udvarra, és másnap nekem mondták, hogy hallottam én, hogy azt mondtátok, hogy. Hát mondom, hogy ott se voltál. Hát igen, de otthonról hallottam. Úgyhogy kiültek, és akkor nem jöttek el, de hallgatták az evangélium üzenetét, ami számomra az egyik legfontosabb dolog. Ez bent van a gyülekezeti termünkben, tehát valamikor ennyien vagyunk, és ennyien hallgatják az evangéliumot. Ugye nekünk a baptista egyháznak a hitvallásunk az, hogy az egyházban nem lehet beleszületni. Tehát felnőtt korban mindenki saját döntése alapján választja azt, hogy a Krisztus útjára lép, a megtérés útjára, tehát és akkor ezt a döntését felnőtt hitvalló bemerítéssel megpecsételi. Van, amikor Tiszába kell mennünk, mert ott van, amikor ennyien voltak a bemerítkezők, akik döntöttek. Van, ahol egy valaki volt, és akkor hát mondtam, hogy messze van a Tisza, és mit csináljunk? Megoldjuk. Hát így oldották meg. Megoldották, igaz, hogy amikor elkezdődött az istentisztelet, itt volt a víz, aztán már végre ott volt, mert folyt a víz össze-vissza, de azért meg tudták oldani. Tehát kreatívak meg tudják oldani. És van persze bemerítőmedencénk is, ahol a bemerítés történik, és egy ilyet látunk most. Ez Tuzséron volt 3 évvel ezelőtt. Náluk az éneklés nincs orgona, ott a gitár az, ami megy, és
Jézus mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az életnek a világossága. Sztojkó Károlyné Natasa, bemerítelek téged a te hited vallomására és Jézus parancsára, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Így zajlik egy bemerítés, hát amikor egy fő van, akkor egy fővel, attól függ, hogy hányan jutottak el odáig, hogy valóban igazán megtértek. Néhány dia van még hátra, a pozsonyi gyülekezet és a cigány gyülekezetnek a kapcsolatáról. Ugye úgy kezdődött, hogy egy gyerekmisszióval indultunk el, van a gyülekezetünknek egy bábcsoportja, és elmentünk egy gyülekezetbe, ott egy bábelőadást tartottunk, és akkor utána a gyerekekkel foglalkoztunk. És hát volt, ahol több napra mentünk, ugye ha messze van, több napra mentünk el. Hát szállodai körülmények között szoktunk ilyenkor lenni. Hát a szállodai körülmények azok ilyenek. Ugye vittünk szivacsokat, ezt-azt leterítettük, de ez nekünk is közösség építés szempontjából azért nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy ez évközben rendsen van az egyik teremben. Aztán utána a gyerekekkel napközben persze ilyen játékos foglalkozások vannak, ilyen csoportjátékok vannak, foci meccsek voltak, a fehér és fekete, két csapat volt, úgyhogy könnyen meg tudtuk egymást különböztetni. Aztán a gyülekezetben, ez a hálódai nap volt, a gyülekezetben ott éppen a Vak Bartimeusnak a történetét játszották el a gyerekekkel kapcsolatban. Aztán az is volt, hogy van, hogy ők jönnek el Pózsmegyerre. Itt éppen 53-an jöttek egy busszal, elhoztuk őket, három napig voltak itt, Tahi táborban szállásotok, ez itt nálunk az imaházban van, és akkor itt vettek részt az istentiszteleten, együtt szolgáltunk, persze az elmaradhatatlan közös ebéd és vacsorázás, meg étkezés az mindig megvolt. Miért vagyok a cigány misszióban, és miért nem hagyom abba? Ezt sokan szokták föltenni. Még én ezt nem, hogy miért vagyok, azt tudom, hogy miért nem hagyom abba, még ezt magamnak nem tettem föl. Mindaddig, amíg érzem, hogy Istennek az elhívása van, addig ezt végzem, de ha az ő fog szólni, akkor azt tudom, hogy akkor abba kell hagynom. Mert hogy ez az igevers, ez nagyon-nagyon fontos számomra, de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek, szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. És erre az irgalomra van nekem szükségem, minden embernek szüksége, és erre az irgalomra van a cigányoknak is szükségük. És van egy Ézsaiás ige, ami úgy szól, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltokon tűződjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok, már készítem az utat pusztában, a sivatagban folyókat fagasztok. Kutyából nem lesz szalonna. Van egy ilyen közmondás. Ha ennek a közmondásnak hiszek, akkor a cigány missziót hagyja mindenki abba. Akár társadalmi, akár egyházi. De én azt hiszem, hogy ez a közmondás bár igaz, de van kivétel, mert a mennybe minden szalonna az kutyából lett, vagy lesz. És hogyha arra azt emlegetném, hogy milyen a cigány nép, én tudom, hogy milyen, azt is nagyjából, hogy miért ilyenek, nekik is kéne sokat változtatni, nekünk is sokat kéne változni, de egyben hiszek azt, hogy Isten újat tud cselekedni. És ő már a pusztába tudott folyókat fakasztani, akkor a cigány társadalmat is meg tudja változtatni a megtérés által. Ezért dolgozom, és addig dolgozok ebben a munkában, még Isten azt mondja, hogy menjek, csináljam. Hát ennyit gondoltam mondani, és köszönöm szépen a figyelmet. Egyszerűen, ha van kérdés, akár majd a végén személyesen, ha tudok rá, szívesen válaszolok, de köszönöm szépen a figyelmet. Nem menj el, Bálint, nem menj el. Nagyon szépen köszönjük az előadásodat. Én nekem az jutott az eszembe, hogy a hit és a hitelesség. Szóval Bálint, azt hiszem mind a kettőben egy nagyon jó példát adott nekünk. Ismeritek a
közelmúlt, távolmúltnak a történéseit Bálint egészségével kapcsolatban. Hit nélkül nem igen hiszem, hogy ki tudott volna mászni belőle. És ezt a hitet tudta továbbítani és továbbadni abban a misszióban, amit csinál, ami valóban egy never ending story, és néha olyan kilátástalannak tűnik, de ha az embernek hite van, már pedig neked óriási hited van, és a hitedből fakadóan hitelességed is van előttünk is, és azok előtt is, akikkel dolgozol. Na én ehhez kívánok neked további nagyon jó egészséget, és kitartást. Hát nagyon szépen. És nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez így igaz, van hitem, de ez föntről kaptam én is, és bárki kaphatja ezt a hitet, ami sok minden át tud segíteni. Így, ahogy említetted, a hangomon is, a beszédem is azért lehet hallani. Tehát az a fajta betegség, ami volt, van, meg lesz, azon is ez a hit átsegít, és az Úr tudja, hogy meddig tart itt engem is. Köszönöm szépen!